várral, egy hatalmas tölgyfa, egy 150 éves tölgyfa. Hát aki oda eljön és leül, a már maga helyszín is varázslatos, nem hogy a program. Itt mondanám el az, hogy tavalyi évben itt mutattuk be Bukán Györgynek a Vihar című CD-jét, amit fölvettünk és kiadtuk CD-n, és nagy örömömre most a Gramofon labda 5 csillagot kapott, illetve más kritikák is nagyon magasra értékelik ezt a CD-t. Ezt meg is lehet vásárolni majd természetesen Gyulán is. Ebben a könyvben is benne van, itt a borítóját megmutatom. Tehát a jazz mindig fontos szerepet játszik a fesztivál életében. Ez a borítója a Viharnak, érdemes megnézni és érdemes meghallgatni ezt a lemeznek, fantasztikus zenéről van szó. Na most az idén tehát Carol van Baden lesz a jazz. És hát amivel zárjuk a fesztivált, ez is egy csúcs produkciónak ígérkezik, azért lett most hétfőre tolva, mert nem tudtak eljönni vasárnap, mert még fesztiváljuk van. Rostávban akkor mondtam, jó, akkor meghosszabbítjuk a fesztivált egy nappal, de őknek jönni kell. Tehát a Song of the Goat nevezető társulatról van szó, az azt jelenti, hogy a kecske dala, ha lefordítjuk magyarra, és Gregor Brász kezdte el szervezni ezt a társulatot, egy lengyel rosztávi színész, akik azt találták, hogy a középkori madrigál kórusok mintájára énekre építik a Shakespeare darabok előadását. És ezért Lír dalai címmel előadják a Lírt, de úgy, hogy énekelni fognak elsősorban, és prózát is mondanak közben. És itt a kép is látható, a tagjai között vannak angolok, ausztrál, kanadai és hát legtöbben egyetlen, de nemzetközi társulatról van szó. A tavalyi évben volt a Edinburgh-ban bemutató ennek az előadásnak, a Lír dalainak, 3 díjat nyertek Edinburgh-ban ezzel az előadással, úgyhogy nagy izgalommal várjuk őket is a Gyulai Várszínházban. Tehát akkor összefoglalva 11 nap és több mint 40 különféle előadás, fókuszban, tehát a Hamlet, amelyet 3 színházi előadásban, egy filmen látható. Fókuszban a Sonettek, amelyet 4 színházi zenei előadásban, illetve egy filmen látható, tehát 5-ször nézhetik meg a Sonetteket, és a többi előadás. És hát nem beszéltem még a Shakespeare konyhájáról, amely mindig kedves a szívemnek, hiszen Shakespeare korabeli ételeket lehet kóstolni a fesztivál éttermébe, ahol 15%-os kedvezményt is adnak a Patriótában színházi jegyen rendelkezőknek. Tehát akik lejönnek Gyulára, akik eljönnek Gyulára, és önöket nagy szeretettel hívom, hiszen a kritikusoknak, sajtónak mindig nagyon fontos szerepe van a Gyulai Várszínházban Shakespeare Fesztivál.